akkor köszöntjük a sajtón megjelent képviselőit, és úgy, ahogy megígértük múlt héten, itt állunk a Posta vezérigazgatósága előtt, és szeretnénk bevinni vezérigazgató úrnak azt a szándéknyilatkozatot, ami arról szól, hogy nyilatkozzon a posta arról, hogy bekívánja-e vezetni a rabszolgatörvényt a munkavállalóira. Szeretnék még egy hírt megosztani önökkel. Múlt héten elküldtük ezt a szándéknyilatkozatot több mint 150 állami cégnek, ahol kértük, hogy a törvényre hivatkozva a képviselőknek adják meg azt a nyilatkozatot, hogy bekívánják vezetni vagy nem a rabszolgatörvényt. Érdekes módon délután a Habonyi Média beindult, és ugyanazt az egy mondatot írta le minden állami cég. Társaságunk politikai kampánykérdésekkel nem kíván foglalkozni. Ezt írták nekünk az állami cégek. Én azt gondolom, hogy egészen elképesztő. Egy, hogy a törvény szerint előírtaknak nem kívánnak az állami cégek megfelelni, nem kívánnak arról nyilatkozni, hogy bevezetik vagy nem vezetik be, és ezért fogjuk képviselőtársainkkal folytatni ezt az akciósorozatot, hogyha kell, akkor személyesen fogunk elmenni minden céghez, hogy nyilatkozzanak arról, hogy ezt a rabszolgatörvényt alkalmazni kívánják-e az adófizetők pénzén fenntartott állami cégeknél. Tisztelettel köszöntöm Önöket, Lukács László vagyok, a Jobbik képviselője. És hát azért állunk a posta előtt, és indokolt magyarázni, hogy miért a postához jöttünk, hiszen mindenki tudja, hogy a posta Magyarország egyik legnagyobb foglalkoztatója, akinek egyébként lehetősége van éppen ezért nagyon sok embernek az életét, a mindennapjait, a munkakörülményeit befolyásolni. És hogyha egy kicsit belenézzünk abba, hogy mi is a postának az eddigi történeti rekordja, akkor azt tudjuk mondani, hogy az egyik olyan állami vállalat, ahol a legnagyobb a fluktuáció, ahol a legtöbben hagyják el a munkahelyüket, akár egy éven belül is. Ennek az egyik oka az, hogy rendkívül alacsonyak a bérek, és nagyon rosszak a munkakörülmények. Nos, a napnál is világosabb, hogy a rabszolgatörvénykönyvnek a módosításainak az alkalmazása, az a túlórának a mértéktelen, és mondjuk úgy, hogy nem túl nyugat-európai komfort elrendelése, az pontosan azt jelenteni, és úgy érinteni az itt dolgozókat, hogy még többen mennének el. Éppen ezért a postának azt tudjuk ajánlani, és a postának ez a legfontosabb ajánlat, amit meg kell fogadnia, hogy a kelet-európai jellegű és a keleti jellegű rabszolgatörvény helyett egy nyugati megoldást, a béreknek a felzárkóztatását és a munkakörülményeknek a javítását kell, hogy bevezesse. A Jobbik azt gondolja, hogy a lehető legtöbb embernek a szülőföldjén kell boldogulnia. A posta most tud tenni valamit azért, hogy mindenki a szülőföldjén boldogulhasson. Mi arra bátorítjuk, arra buzdítjuk a posta vezetését, hogy a rabszolgatörvényt, mint ahogy már más állami cégek megtették, utasítsa el, és ne rontsa tovább a postai dolgozóknak és magának a cégnek is a helyzetét. A Jobbik helyzete és álláspontja világos, a postánál nincs szükség a rabszolgatörvény alkalmazására. Köszönöm. Szép jó napot kívánok mindenkinek, részt is ott vagyok a Demokratikus Koalíciótól. A Demokratikus Koalíció szerint a rabszolgatörvény már megbukott, hiszen egyrészt tisztátalan körülmények és gyanús körülmények között biztosított ehhez többséget a Fidesz és a KDNP a parlamentben. Azt gondoljuk, hogy már az sem szabályos. Ezen kívül látjuk, hogy kerületek, városok tűzik napirendre ezt a kérdést, és előfordult már, hogy Fideszes többségi önkormányzatnál ugyan elutasították a rabszolgatörvény elutasítását a testület részéről, de aztán a fideszes képviselők a vészkijáraton kellett, hogy távozzanak, mert pontosan tudták, hogy a nép mennyire nem ért velük egyet. A Demokratikus Koalíció szerint a Magyar Postánál versenyképes béreket kellene adni azért a munkáért, amit a dolgozók elvégeznek, és nem kellene azt a helyzetet előállítani, hogy nem napi 8 órát, hanem napi 10 órát kelljen dolgozni, esetleg azoknak is kelljen hétvégén dolgozni, akiknek ez amúgy nem lenne feladata. Ez kizsigerelés lenne, és már így is rettenetes állapotban van a magyar egészségügy, sőt a magyar társadalom egészségügyi állapota is rettenetes képet mutat. Nem kellene tovább rontani ezen a helyzeten, ezért a Demokratikus Koalíció arra szólítja fel a Magyar Posta vezérkarát is, hogy ne csatlakozzon a rabszolgatörvényhez, hanem adjanak tisztességes bért a postai dolgozóknak. Köszönöm szépen!
Tiszteltel köszöntöm Önöket, Szél Bernadett vagyok, független országgyűlési képviselő, és jól érzik ezek a cégek és a kormány is, hogy egy nyomásgyakorlás zajlik, méghozzá azért, mert el akarjuk érni azt, hogy ciki legyen ebben az országban a rabszolgatörvényt alkalmazni. Mint ahogy véleményem szerint az is ciki, hogy etikus hackereket üldöznek, az aztán végképp ciki, hogy embereknek több bér, több pihenés és több család helyett több túlórát akarnak adni a kormányzat részéről. Úgyhogy bármit mond is a Habony Média, és bármit bárhogyan próbálnak is lerázni minket, mi itt állunk azért, mert meggyőződésünk az, hogy a dolgozókat védeni kell. Ez, amit összellenzéki szinten tőlünk látnak, az semmi más, mint a dolgozók védelme. Sajnos a kormány elfelejtette a munkavállalókat védeni, és Bayer Zsolt az igazságbeszédében meg is fogalmazta, hogy hogyan gondolkodnak rólunk, proliknak neveznek minket, és az nem jut eszébe, hogy azok az emberek, akikről a hetedik bőrt készülnek lehúzni, ezek az emberek állítják elő azokat a javakat, amiket utána ők maguk is használnak. És egyébként jó lenne, hogyha a kormány kapcsolna, mert a legnagyobb sztrájk zajlik ebben az országban, ami valaha volt, a versenyszférában, és világosan látszik, hogy az emberek nem jó kedvükből sztrájkolnak, hanem azért, mert probléma van a bérekkel. Úgyhogy nem lehet most már egy ponton túl a szőnyeg alá söpörni ezt a problémát, és azt gondolom, hogy az államnak jó példával kell előre járni, ezért vagyunk állami cégek előtt, és ezért akarjuk azt elérni, hogy a Magyar Posta is kapcsoljon, ciki a rabszolgatörvényt Magyarországon használ. Jó napot kívánok! Turcsán Szabolcs vagyok, az LMP Magyarország zöld pártja elnökségi tagja. Mi már 8 éve azt mondjuk, hogy a Fidesz, ahogy kezdte a kormányzását, ugye ez a kamu szabadságharccal, mi már 8 éve azt mondjuk, hogy ez nem igaz, és most már bebizonyosodott, hogy nem a Fidesz védi meg a magyar dolgozókat, hanem a Fidesztől is meg kell védeni a magyar dolgozókat. Az elmúlt hetek, most már lassan egy hónap, kirobbant tiltakozás hulláma arra jó volt, hogy megmutatta azt, hogy van ereje az együttes fellépésnek, és ahogy a Bernadett említette, a győri Audi sztrájk megmutatta azt, hogyha az emberek együtt cselekszenek, egymásért is cselekszenek, akkor el lehet érni eredményeket. Ezért mi az év elején meghirdettük a bojkott mozgalmunkat, és azt kérjük mindenkitől, hogy a honlapunkon tájékoztassanak minket arról, hogy hol vannak olyan cégek, olyan üzemek, akik bevezetik ezt a rabszolgatörvényt, mi pedig tiltakozásokat fogunk szervezni oda, ahol ez történik. Köszönöm szépen! Én is köszöntöm a sajtó képviselőit. Egyetlen egy nagy állami cég, illetve egyetlen egy multinacionális cég sem mondta, hogy alkalmazná a rabszolgatörvényt. Azzal indokolják, hogy se a munkavállalók, se a munkaadók nem igénylik ezt. Ezek után kérdés, hogy a Fidesz kinek az akaratára, kinek a kérésére hozta ezt a rabszolgatörvényt. Továbbra is várjuk a választ erre. A mögöttem látható postánál sem az a probléma, hogy túl kevés a túlóra. Az a probléma, hogy túl kevés a bér. Egy kezdő kézbesítő bruttó 149.000 forintot a minimálbért kapja. Egy olyan kézbesítő, aki átesett szakképzésen, bruttó 195.000 forintot kap. Látható, hogy ebből nem lehet megélni. Ezért kényszerülnek túlórára, meg azért is, mert munkaerőhiány van és nincs elég postás. Éppen ezért Magyarország nem teljesít jól. Egy olyan ország nem teljesít jól, ahol azért kell túlórát vállalni az embereknek, hogy meg tudjanak élni. A Párbeszéd Magyarországért szerint az elkövetkezendő választáson, az európai parlamenti választáson csak olyan képviselőket szabad küldeni az európai parlamentbe, aki a rabszolgatörvényhez hasonló, kizsákmányoló törvényt nem szavaz meg az európai parlamentbe. Olyan törvényeket nem szavaznak meg, amelyek kizsákmányolják a munkavállalókat, és a munkaadóknak adnak hatalmat arra, hogy ezt megtegyék. Éppen ezért az előttünk álló európai parlamenti választáson nem szabad fideszes képviselőkre szavazni, az ellenzéki képviselőket kell támogatni, akik nem támogatják a rabszolgatörvényt és az ehhez hasonló törvényeket. Köszönöm szépen! Én is nagyon nagy szeretettel köszöntöm Önöket a Magyar Liberális Párt nevében, Bőszanett vagyok, a Liberálisok Országgyűlési képviselője. A rabszolgatörvényről sok témában beszéltünk már, de beszélnünk kell még valamiről. Gyakorlatilag olyan ez a törvény, mint egy vallomás, amely bevallja azt, hogy az elmúlt most már közel 9 év kormányzása mind társadalmi, mind gazdasági értelemben kudarcos volt. Kudarcos volt azért, mert tömegek hagyják el ezt az országot egy jobb élet reményében. Tömegek hagyják el ezt az országot annak reményében, hogy nem csak a munkahelyükön, hanem a szabad idejükben is megilleti őket az emberi méltóság, éppen ugyanúgy állami vállalatoknál, mint magáncégeknél, vagy akár egy közintézményben, hogyha ügyfélként jelennek meg. A rabszolgatörvény gyakorlatilag azt vallja be, hogy ennek az országnak előbb-utóbb a munkaerő hiány miatt olyan túlórázásokra lesz szüksége, amelyek fönn tudják tartani a jelenlegi gazdasági teljesítményt. A
A Magyar Liberális Párt egybehangzó véleménye az, hogy olyan gazdaságstratégiai és társadalompolitikai víziót kell fölvázolni, amelynek keretén belül itt maradnak azok az emberek, akik jelen pillanatban már középiskolás korukban eldöntik, hogy el fogják hagyni ezt az országot. Ezért van szükség a rabszolgatörvényre, és minden más csak mellébeszélés. Az, hogy jelen pillanatban a cégek sem a privát szektorban, sem az állami vállalatoknál nem kívánják életbe léptetni a rabszolgatörvény rendelkezését, nagyon helyes. Éppen ezért jöttünk a postához, éppen ezért voltunk a MÁV-nál, és ezért keresünk fel további állami vállalatokat, hogy valóban, ahogyan képviselőtársaim is elmondták már, járjanak elő jó példával ezek a vállalatok, és ne alázzák meg a munkavállalóikat. Azonban el kell mondani azt, hogy nem tudjuk, hogy a nagy arányú kivándorlásnak köszönhetően mikor el az a pillanat, amikor a rabszolgatörvényre annak érdekében lesz szükség, hogy fönt tudják tartani a jelenlegi tevékenységüket, mert a munkaerő állományuk már nem elégséges hozzá. Ez a tragédia, erről kell beszélni, ez a NER tragédiája és ez az ország tragédiája is, az pedig kifejezetten kínos, hogy az Orbán kormánynak ez az egyetlen megoldás jut eszébe akkor, amikor látja, hogy hamarosan ránk szakad a munkaerőpiaci katasztrófa. Nagyon szépen köszönöm. Köszönjük szépen, és akkor ha a témával kapcsolatban van kérdésük, akkor nagyon szívesen válaszolunk rá. Köszönöm szépen a kérdését, és zajlik az előválasztás, és a tegnapi napnak az a tapasztalata, hogy Tarlós Istvánt a budapestiek el akarják zavarni. Az emberek sorba állnak a sátrakba, és leadják a voksukat. Én szeretnék visszakérdezni, ön volt-e már szavazni a budapestiek érdekében? Én nagyon kérném, jöjjön el a sátrunkba Csepelre, és tegye meg a szavazatát a budapestiek érdekében, mert a budapestiek változást akarnak. Az előválasztás Horváth Csaba és Karácsony Gergő között zajlik. Puzsér Robert nincs a szavazólapon. Köszönöm szépen. Bocsánat. Egyéb kérdés? Bocsánat. Igen. Én Szanás Értévé. Nemrégében az ügyészség előtt Kunham János képviselő asszony jelentette, hogy minden ellenzéki pártnak szolidárisnak kell lenni minden ellenzéki párttal, és minden ellenzéki párt képviselő szolidárisnak kell lenni minden ellenzéki képviselővel. Meddig tartott ki ez a szolidaritást? Ezt azért kérdezem, mert a Jobbik elnökéről tegnap került nyilvánosságra egy cigányozós kijelentés. Mit még elviselni? Én a Magyar Szocialista Pártnak vagyok a tagja, és minden képviselő a saját tetteiért és a saját cselekedetéért önmaga felel, és szerintem kérdezzék meg a Jobbikot, hogy mi ez. Ezután is együttműködnek a Jobbikra? Látja, hogy itt állunk a posta előtt, a rabszolgatörvény ügyében közös fellépéssel hétről hétre megkeressük az állami vállalatokat, és folytatni fogjuk. Köszönöm. Ebben a kérdésben döntés még nem született, az előválasztáson résztvevőknek pedig sok sikert és szerencsét tudunk kívánni. Mi a véleménye Schneider Tomás újabb hangfelvételére? Egyszer mondom el, és ez nyilvánvalóan most mindenkire irányadó, és sejtem, hogy többen akarnak kérdést feltenni, de rögtön tisztázzuk azt, hogy ez a felvétel, ez nem más, mint a Fidesz gyűlölet kampányának egy újabb állomása. Ez egy manipulatívan megvágott felvétel, amellyel a Fidesz egyetlen egy célt akar, vagy azt akarja elérni, és egyetlen egy célja van, hogy a Jobbikot, mint a legerősebb ellenzéki pártot lejárassa, hogy az ellenzéki együttműködést, amely például a rabszolgatörvénykönyvvel és a rabszolgatörvénnyel kapcsolatosan megvalósult, azt szétverje, pontosan azért, hogy a saját hatalmát bebetonozza. Ismerjük ezeket a fajta, egyébként a kommunizmusra utaló és a kommunista diktatúráknak az eszközeit használó lejáratási kísérleteket. A Jobbik ennyit kíván vele foglalkozni, ismételni tudom önmagam, és ez a végleges álláspontunk. Ez egy a Fidesz lejárató kampányába beleillő, manipulatívan megvágott felvétel. Erről ez a véleményem. Minden továbbit, és ezt itt a többi kollégájának is mondom, lehet, hogy csalódást fogok vele okozni.
Pont erre találtuk ki a Rágalom Infót, minden továbbit feltehetnek a Rágalom Infón. A következő adásnál, illetve a következő sajtótájékoztatón nagy örömmel fogjuk látni azokat, akik szeretnének ebben, illetve más kérdésekben majd kérdezni. A mai napra ennyi válaszsal tudtam önöknek szolgálni. A Jobbiknak ez a hivatalos álláspontja, hogy ez egy manipulatív, megvágott felvétel. A manipulatív az a jellegéből, a megvágottsága pedig magának az egész anyagnak a jellegéből, tehát mindkettő egy sajátos tulajdonság ennek a felvételnek. De mint mondtam, a továbbiakban legyenek szívesek a kérdéseiket a soron következő Rágalom Infón feltenni. Ma azért jöttünk ide, hogy a postásokon segítsünk, hogy a postát arra vegyük rá, hogy ne írják, illetve ne tegyék kötelezővé a túlórát, amit a rabszolgatörvény számukra irányadóvá tesz. Tartsuk tiszteletbe a postásoknak a megsegítésének az akaratát. Mint mondtam, a Rágalom Infón lehet a többi dolgot rendezni. Köszönöm szépen. Jó. Tudom, hogy nagyon zajos itt a környék, és nem vagyok benne biztos, hogy nem hallották esetleg, amit rögtön az elején mondtam. A Fidesznek a lejárató kampányában, amit indítanak és folyamatosan folytatnak a különböző pártok ellen, egy manipulatív, megvágott felvétellel kapcsolatosan a véleményünk ennyi volt. Minden továbbit, én sajnálom, hogy megint ezt kell önnek mondani, a Rágalom Infón tud majd feltenni. Legyen szíves, jöjjön el, és ott megkapja a megfelelő válaszokat, sőt lehet, hogy még néhány munkatársát, akik a kormánymédiának a működésében és kötelékében állnak, még megint meg fogják jutalmazni egy-egy hazugságdíjjal, hiszen ilyen is történt már az elmúlt időszakban. A Rágalom Infón kérdezzék ezt, és ne vegyék el a többi képviselőtársunk elő a lehetőséget, hogy őtőlük is kérdezzenek. Köszönöm szépen. Propaganda médiának állunk rendelkezésére, de előtt elvégezzük a munkánkat, és akkor utána foglalkozunk a elkérdésekkel. De szeretnénk befejezni. Köszönjük, menjünk, utána vissza fogunk jönni. Propaganda! Átjönjünk el. Ez a szabadság. Hogy mit kérdeztek? Még nem hallottam, hogy mit kérdeztek, csak hajtunk. Elkísértek bennünket, hogy vezérigazgató úr kolléganője jött ki, és akkor várjuk 15 napon belül, hogy a postának a vezérigazgató nyilatkozó, hogy te kívánján elvetni a rabszolgatörvény, vagy sem a magyar posta a munkavállalóinál. Van-e még egyéb kérdés a média részéről? Igen. Vállalható egy ilyen, amikor tegnap megjelent a hírtelevízióban valamit, hogy a további a
Magyar Liberális Párt a korábbi álláspontjának ismertetésekor is kifejtette azt, hogy nem vállalható semmifajta kirekesztő gondolat, nem vállalható semmifajta szélsőség. Ugyanakkor azt láttuk ennél a tárgyalóasztalnál, és ehhez a jobbikos kollégák is tartották magukat, hogy itt egyfajta közös minimum megfogalmazása kezdődött el, amelyen keresztül szeretnénk leváltani az Orbán kormányt, szeretnénk megváltoztatni az illiberális államot, és ez közösen sikerül. Ettől a viselkedéstől, illetve kommunikációtól nem tértek el eddig a jobbikos kollégáink sem, és azt gondoljuk egyébként, hogy ezt a Jobbik a belügyei közt kell, hogy kezelje. Ez egy feladat, ez kétségtelen, ugyanakkor nem hagyjuk, hogy az ellenzéki egységet bármifajta ilyen próbálkozás megbontsa. Ellenzéki szolidaritás van közöttünk, és innentől kezdve megyünk tovább ugyanúgy. Abban bízunk, hogy a következő időszakban megoldódik ez is. Egyébként megjegyzem, hogy van szélsőséges párt a parlamenti patkon belül, a Mi Hazánk mozgalom, a szélsőségnek ott van a helye, illetve hát azért ne felejtsük el azt, hogy a Fidesz, illetve a KDNP is hemzseg azoktól a szélsőséges megnyilvánulásoktól, amelyeknek a politikai szélsőségesek körében van a helye. Ezt szélsőjobbról nem lehet leváltani, ezt jól érti az ellenzéki egység is, jól érti ez a tárgyalóasztal és az a csapat, amelyik elkezdett együttműködni december 16-án. Tovább megyünk ezen az úton, és meg fogjuk változtatni a nemzeti együttműködés rendszerét. Köszönöm szépen! Párbeszéd szerint bármiféle szélsőséges, kirekesztő megnyilvánulás elítélendő, mi el is ítéljük. Minden ilyen megnyilvánulás nyilvánvalóan bármely párt részéről megnehezíti az együttműködést. Köszönjük szépen a Propaganda TV-knek az önmérsékletét, hogy befejezhettük azt, amiért idejöttünk, ugyanis számunkra a dolgozók az elsők, és akkor természetesen válaszolunk a kérdésekre. Egyrészt szerintem nincs rendben, ami elhangzott Schneider Tamás szájából, viszont azt is gondolom, hogy a Jobbiknak van ezzel feladata. A Jobbiknak be kell fejeznie a néppártosodás felé vezető utat, tovább kell menni, nyilvánvalóan ezzel kapcsolatban van feladatuk, és ezt a Jobbiknak el kell intézni. Egyébként én azt gondolom, hogy ez az egész történet, amit itt látunk hétről hétre a Jobbikkal kapcsolatban, hogy lassan már napról napra, világosan mutatja, hogy a Fidesz semmilyen eszköztől nem riad vissza, hogy szétbombázza az ellenzéki együttműködést. Azt gondolom, hogy a Fidesz-szel szemben az együttműködés a legfontosabb eszközünk, és erre azt tudom mondani, hogy a Jobbiknak is éreznie kell a felelősséget ezzel kapcsolatban. A Demokratikus Koalíció szerint semmiféle kirekesztő, rasszista, antiszemita, gesztus, karlendítés és egyebek nem elfogadhatóak. Ez az első állításom. A másik állításom az, hogy ez a Jobbik belügye. Tehát a Jobbiknak ezeket a folyamatokat belül kell tisztáznia és belül kell lezárnia. Ha úgy tetszik, belül kell kinőnie ezeket a folyamatokat. Az, hogy a rabszolgatörvény itt van és itt állunk, az természetesen egy másik ügy és közös felelősségünk. Hiszen a munkavállalók megvédése az nem keverendő össze rossz karlendítésekkel és elfogadhatatlan karlendítésekkel. Ezért a Demokratikus Koalíció álláspontja az, hogy az önkormányzati választásokon is azt az egy embert kell megtalálnunk majd a választókörzetekben, akinek esélye van a győzelemre. Ha pedig szélsőséges megnyilvánulásokat akar keresni bárki, akkor igencsak nézegethetne a Fidesz és a KDNP környékén. Ha van valahol rasszizmus, antiszemitizmus, az maga a Fidesz. Egy ilyen soros kampány után, ami még le is buktak vele, ez a kérdés még önmagában is szánalmas, amikor ezt egy Fidesz televízió teszi fel. Köszönöm szépen. Mi az a pont, amikor már nem hajlandó együttműködni a DK bármilyen politikai formációval, politikai szervezettel, hogyha a cigányellenes és a zsidóellenes kijelentések úgy beleférnek? Például, ha Orbán Viktor vezetné ezt a pártot, akkor biztos nem működnénk vele együtt. Az LMP Magyarország Zöld Pártja minden ilyen típusú mozdulatot, és még az ezzel való viccelődés sem tartjuk helyesnek, és elíteljük ezeket a mozdulatokat is természetesen. De ahogyan az már elhangzott, ez itt a Jobbiknak a saját feladata, hogy ezt a dolgot rendezze. Önök a sajtó munkatársai nagyon jól tudják, hogy nálunk az egyik legismertebb márka az etikai bizottság lett. Bizonyára a Jobbikban is van ilyen testület, és el fog járni ebben az ügyben. És nagy örömmel várom majd az elfogadatlan közmédia kérdéseit az összes magyarországi politikai párt tekintetében, hasonló viselkedés tekintetében. Köszönöm szépen!
köszönöm szépen, hogy ismét szólítottak, és köszönöm azt is, hogy itt mindent meghallgathattunk. Értékelni fogjuk az itt elhangzottakat, és hogyha akarjuk, akkor értesítjük akár minket. Egyéb kérdés? Jó, köszönjük szépen, és akkor jövő héten találkozunk az újabb állomáson. Köszönjük szépen. Jó munkát.